Talpra magyar, szavalja Petőfi a tömeg előtt, Torma János monumentális festményén. A művész több mint 30 évig dolgozott a grandiózus képen. Most megismerhetik a festmény történetét mindazok, akik ellátogatnak a Torma János Múzeum Talpra magyar című időszaki kiállítására. A képnek egy elég nagy története van. Ez a történet két részre bontható. Az egyik Torma küzdelme a témával, amit tulajdonképpen úgy foglalhatnánk össze, hogy 1848. március 15-e, amit feldolgoz ebben. Ugye ezzel a címmel is szerepelt egyébként kiállításokon a kép. Tehát két ismert címe is van a képnek, a március 15-e és a Talpra magyar. A Talpra magyarnak Petőfitől vett idézet, és a másik történet, a másik sztori, az mindenképpen az, amit a kép már Torma János nélkül végzett el a mai napig, az, hogy ma egy csodálatos díszteremben állhat, ez a kép minőségének és tartalmának köszönhető. Ez egy olyan kép, amit nem lehetett raktárba eldugni. Ennek a képnek olyan mondani valója van, ami mindig aktualizálódik, mindig újra és újra mond nekünk valamit a szabadságról. Levelek, dokumentumok, képek, fotók segítenek abban, hogy megismerjük a festmény nem mindennapi történetét. Ez egy teljesen hagyományos, kronológikus, elbeszélő kiállítás, tablókkal, fényképekkel, dokumentumokkal. Tulajdonképpen ilyen fejezet összefoglaló táblák között láthatjuk azokat a fényképeket, leveleket, dokumentumokat, amik segítenek végig menni ezen a történeten, ezen a több mint 120 éves, 125 éves történeten, amiből az utolsó 85 év tulajdonképpen a képnek az önálló története, amikor Torma már nem élt. Egy ekkora kép elhelyezése sem volt könnyű, de ma már a múzeum új szárnyában a festő másik hatalmas képével, az aradi vértanúkkal együtt méltó helyen fogadja a látogatókat. Hogy minél tökéletesebb legyen a festmény, Torma János több vázlatot és kisebb képet is készített. Két változata is készült a képnek, az elsőt nem nagyon ismerjük, bár van itt egy kinagyított fotó mögöttem, amit talán az első változatot mutatja, vagy pedig egy nagyon korai második változatot. Ezt nehéz eldönteni, mert nincs utalás a képen a Nemzeti Múzeumra, ahogy Réti leírja, hogy az első változatot a Nemzeti Múzeum elé helyezte Torma. A második változaton meg látjuk, hogy az egyetem tér látható. Tehát a két változat mutatja azt, hogy Torma mennyit küszködött, mennyit gondolkozott a kompozíción, hiszen hiába nézett utána a történelmi háttérnek, tehát a történelmi esemény pontos menetének, március 15-ének, amiben például Jókai Mór segítségére volt, mert ő még élt, mint szemtanú. Tehát hiába volt ez, azért ezt a képet el kellett képzelni, ki kellett találni. Tulajdonképpen az egész magyar társadalomról ad egy pillanatképet abban a pillanatban, amikor Petőfi lelkesíti ezt a tömeget és próbálja egységbe forrasztani a szabadság védelmében. És, vagy a szabadság kivívásának érdekében. És ezért vannak ilyen kicsi vázlatoktól, nagyobb vázlatokig, különböző kompozíciós színvázlatok, berácsozva is, hogy fölnagyítható legyen. Tehát Torma tulajdonképpen ezt annyira szívügyének tekintette, hogy valószínűleg ez a magyarázata annak, hogy ezt nem tette le soha, mert kedves témája volt, és mindig szeretett rajta javítgatni. Tehát ebbe úgy el tudott merülni, el tudott menekülni a különböző problémák elől is akár. Tehát ezzel a képen mindig szívesen és örömmel foglalkozott, és hát végül is a végrendelete lett ez a kép, mert csak a halála után láthatta a nagy közönség 1938-ban. A képben az is egyedülálló, és ezt kevesen vették észre, vagy kevesen méltatták ezért Tormát, hogy a félmúlthoz mert nyúlni, olyan sebeket érintett a festészetével, ezzel a két nagy képpel, az aradi vértanúkkal és a Talpra magyarral, ami még egy égősebb volt a magyaroknak, és ezt a témát gyakorlatilag csak ő
ő dolgozta így föl, ilyen volumenben, ilyen méretekben, ilyen komolysággal. A kiállítás kapcsán hamarosan egy kötet is megjelenik, a tárlat pedig július 24-ig várja az érdeklődőket.